Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök minden kedves Zánka TV nézőt. 529. adásunkat látják. Ma az Életmód Klub 15 éves fennállása alkalmából megtartott ünnepségről készült összeállításunkat mutatjuk be. Valahol, valamikor, valaki úgy gondolta, hogy építsünk egy közösséget. Ez 15 évvel ezelőtt volt. A közösség épült lassan, nem morzsolódott szét. Meg volt a madzag, jól össze volt kötve, nem bomlott szét. Kiállta a próbát. Ma pedig erős a madzag és nő a koszorú. Örkény Istvántól vett példázattal köszöntötte a megjelenteket Vas Gyuláné, az Életmód Klub vezetője 2013. március 5-én, a klub születésnapján. Az ünnepi beszédet követően Loh Otto, a klub alapítója kért szót. Elmondta, hogy azt a csemetét, amit ő ültetett, azóta is szorgalmasan öntözik, és a fa már a terebélyes lett. A faluházban megtartott ünnepségen Zánka többi klubjának vezetői is köszöntötték az ünnepelteket. A faluház, a Magyar Tengernépdalkör, a Nők Klubja, a Bokafogó Tánc Együttes és a Honismereti Kör, a Kertbarátkör és a Nana Együttes. Filip Miklós polgármester hozzászólásában további támogatásáról biztosította a klubtagokat. Az ünnepségen gyönyörűen terített asztal várt mindenkit. A klubtagok által készített ételek receptjeit tartalmazó kiadványt Zánkai Ízek Zamatok címmel ajándékba kapta minden jelenlevő. Az este jó hangulatban Herceg Magda répa tortájának megszegésével, a finom és egészséges ételek-italok megkóstolásával, a klubról készült felvételek kivetítésével, valamint beszélgetéssel folytatódott. Jó estét kívánok mindenkinek! Rendhagyó Életmód Klub foglalkozásunkat elkezdjük. Kedves vendégeink, kedves régi és mai klubtagok! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet! Örkény István egyperces novellája, ami az élet értelméről szól, szabadon megfogalmazva így szól. Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprika koszorú. Ha nem fűzzük madzagra, nem lesz belőle koszorú.
pedig a paprika épp oly piros, épp oly erős, de mégsem koszorú. Csak a madzag tenné. Nem, nem a madzag teszi. Az a madzag mellékes, harmadrangú valami. Ha ételünkbe paprikát akarunk tenni, nem a koszorút morzsoljuk szét. Nem morzsoljuk szét a koszorút, nem a koszorúból morzsolunk. Valahol, valamikor, valaki úgy gondolta, hogy építsünk egy közösséget. Ez 15 évvel ezelőtt volt. A közösség épült, lassan, sőt, mondhatni, nagyon lassan. De nem morzsolódott szét. Megvolt a madzag, jól össze volt kötve, nem bomlott szét. Kiállta a próbát. Ma pedig, talán szerénytelenség nélkül mondhatom, erős a madzag, és nő a koszorú. Sokan nem gondolják, hogy mivel foglalkozunk, hiszen egyszerre zárt, és nyitott is a klub. Zárt, mert zárt ajtók mögött vagyunk, és annyiban nyitott, amennyiben betekintést engedünk abba, amivel foglalkozunk. Klubtagjaink fele közelebb van a nyugdíjkorhatárhoz, vagy éppen nyugdíjas, másik fele a már középiskolás gyermekeket nevelő anyukák közül kerül ki. A vörsi kirándulásról ez tavaly télen történt, Keszthelyen megálltunk a Marcipán Múzeumnál és Cukrászdánál. A múzeumot a nyugdíjas korosztályú tulajdonos mutatta be. Látva csoportunk életkorát, a következővel illetett bennünket. Milyen nagyszerű nevük van, ezentúl én sem nyugdíjasnak, hanem életmódosnak fogom magamat hívni. Ezek után hívunk magunk közé minden fiatalt, aki szereti a közösséget és elfogadja programunkat. Az életmód kapcsán kár lenne leszűkíteni gondolatainkat a tornászlányok mellett, hiszen a családról, az egészséges ételekről, a mozgás iránti igényről, a stressz levezetéséről, a dohányzás ártalmairól, és még felsorolni is nehéz lenne, mi mindenről beszélgetünk. A tornát az egyik legfontosabb stressz levezető eszköznek tartjuk, ugyanakkor teszünk azért, hogy jelképesen mondjam, a cipőfűzőnket mindig egyedül tudjuk megkötni. Ezért a tornáink az állóképesség javítására, egyensúly és koordináció fejlesztésre, nyújtó és erősítő gyakorlatok végzésére irányul. Talán megmosolyogtató, de tornáink során a labda és a szalagjátékokkal nagyokat nevetünk, egy kicsit ilyenkor valamennyien visszafiatalodunk, és gyerekek leszünk. Négy fő testnevelővel dolgozott együtt a klub jó hangulatban, mindannyiunk megelégedésére. Először Elekes Marianna testnevelést és jógát oktatott, később Redlingné Osváth Csilla gyógytornászként tornáztatott bennünket, Gondosné Kukorica Kata gyógytornászként, illetve humán kineziológusként dolgozott velünk. Jelenleg Sárfi Marianna testnevelővel dolgozunk, a nevetés minden foglalkozáson jelen van. A tavalyi év a nagy előadások éve volt számunkra, idén a kiscsoportos beszélgetéseknek szenteltünk időt. Köszönjük a színvonalas előadásokat Gondos Gábor és dr. Török Szabolcs uraknak, mentálhigiénész szakembereknek. Dr. Csalami László életmódkutatónak, aki dr. Király Tünde házi orvosunk vendégeként volt itt a faluházban. Kőszegini Tic Mariannának a stressz kezeléséről, Nagy Károly mentőtisztnek a szív újraélesztéséről, dr. Paulus Veronikának az áldozatvédelemről és jogi segítségnyújtásról, vagy Péler Andrásné Panni néninek a magyar tudós asszonyokról tartott előadásait. Köszönjük a finom teakóstoltatást Takács Feri bácsinak. Kirándultunk az elmúlt 15 évben folyamatosan, benne az elmúlt 3 évben is. Jártunk Fertőrákoson,
Pozsonyban, Vörsön, jelenleg Prágába készülünk, és az ősz folyamán pedig egy szép belföldi utat szeretnénk szervezni. Gyalogtúráztunk a Szent Balázs hegyhez, az Új Nemzedék Központba, idén pedig a Hegytóhoz fogunk gyalogolni. Itt köszönöm meg az önkormányzati támogatásokat Filip Miklós polgármester úrnak és munkatársainak. Nyilván akkor is szerveztünk volna kirándulást, ha támogatást nem kapunk, de ebben a biztonságban egy keretösszeggel minden klub rendelkezik, és így biztonságosabb a klub élet. Amire büszkék vagyunk, a közösség megtartására, a kellemes kikapcsolódás megteremtésére, az egészségünk megóvására, az aktív és szervezett programokra. Természetesen sem a 15 évet, sem az elmúlt 3 évet nem lehet elég röviden összefoglalni, de nem is célom, hogy minden részletre kitérjek. Hangulatában, gondolatiságában kívántam láttatni, miért jó ez a klub, miért szolgáltunk meg a támogatásért, miért érdemes ránk figyelni, és miért érdemes beállni klubtagnak és klubtagságot vállalni. Kedves vendégeink! Asztalaikon ott díszlik egy kiadvány, Zánkai Ízek Zamatok címmel. Az Életmód Klubtól valamennyien fogadják szeretettel. Ez a mi ajándékunk önöknek. Utolsó oldalán van egy jelenlétív, valamennyien aláírtuk. Egy fő hiányzik sajnos, a klubvezető helyettesünk, Takácsné Anna, akiknek hát kisunokájuk született, és ezúton is szívből gratulálunk nekik. Ebben a kis füzetkében olyan ételek, sütemények, italok vannak írva, amelyeknek 90%-át itt az asztalunkon megtalálják. A hozzászólások üdvözlő beszédek után hívom is önöket szeretettel, hogy a svéd asztalnál foglalják el helyüket, és kóstolják meg, közben pillantsanak bele a füzetkébe, hogy melyik számukra a legizgalmasabb, kóstoljanak abból. A meghívók és ennek a kiadványnak az elkészítésében a Klepez Kft. Volt a segítségünkre, és ezúton is megköszönöm Klepez Zoltánnak és feleségének. Volt egy előadásunk még tavaly előtt, a Generációk Egymás Között, az volt a címe. Ennek a végét én azzal köszöntem meg akkor, és teszem ezt most is, hogy az élet sava borsa, az összekapaszkodás, a szeretet és a tisztelet, a hagyományok ápolása. Régen ezt nagyanyáink a kovásszal illették. Anyám a kovászt nagyanyámtól kapta. Nagyanyám a dédanyámtól. Ez így ment generációról generációra. Volt ebben összetartás, benne volt a szeretet és a szellemiség. Így ebben a szellemiségben gondoljunk dolgainkat tovább is végezni. Beszédem zárásaként megköszönöm mindenkinek a segítséget, a támogatást. Most pedig felkérem a klub alapítót, Lok Otto urat, mindenki Otto bácsiát, hogy mondja el üdvözlő beszédét. Köszönöm, hogy meghallgattak. Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit, aki megjelent. Üdvözlöm az alapítótagokat, a utánuk következőket, és a mostani generációt is. Én különösebb üdvözlőbeszéddel nem készültem azért, mert tudtam, hogy a Margó alaposan felkészül. De mégis néhány dolgot szeretnék elmondani. Talán egy epizóddal kezdeném, amely jellemezte akkor, induláskor, indulás után, és aztán máj is, a klub tagjainak, a klubnak magának a lelkesedését, jókedvét, vidámságát és fiatalosságát. Azt mondják, az öreg bakát nem szokták megkérdezni. Háború után. Legfeljebb a tábornagok szoktak beszámolókat írni maguknak, a jövő nemzedéknek.
Hát én se tábornoknak, se öreg bakának nem érzem magamat, öregnek igen, illetve idősnek igen. A 82. esztendőmet taposom, és az ember, vagy ti is észre fogjátok venni, ahogy idősödik, úgy érzékenyül, elérzékenyül. Én most is elérzékenyülve állok itt előttetek, mert annyi minden történt, annyi minden szép, jó dolog történt, azonat az 10 év alatt, 12 év alatt, bocsánat, amikor én voltam a klubvezető, hogy úgy sem lehet felsorolni. Egy dolgot azonban hadd meséljek el. Amikor már szépen tudtak a lányok tornázni, gyönyörűen csinálták, különböző izomgyakorlatokat, csipőizületágítást, hadd ne tudjam, nem kell félreérteni. Térdizület, bokaizület, csípőizület, jaj, de sok izületen az embernek, doktornak tudja legjobban, rengeteg van, és azok, ha be vannak messzesedve kötődve, akkor nem úgy motognak, ahogy kellene. Na, történt, hogy hát nagyon elfáradtak a lányok. Izzadtak voltak, csapzottak voltak. A poliformon, ahol szoktunk amelyen szoktunk tornászni, hát elpillettek. Én meg csinálom ott a kabarét, kéz, láb, stb. Jobbra, balra, így döntsd, úgy döntsd, amúgy döntsd, gerincre, így forgat, úgy forgasd, mert, megindokolom, láne. Hát egyszer csak nagy csendességet hallok. Fölnézek, látom a világon, senki se csinálja. Mi csináltok, kislányok? Hatalmas nevetés. Jé, az Otto bácsinak mi kislányok vagyunk. És azóta úgy hívom őket, szerbusztok kislányok. Most is így köszöntek. Nekem kislányok vagytok, és remélem, hogy sokáig. Hogy komolyra fordítsam a szót, igen, nagyon sokat dolgoztunk, sok-sok foglalkozást tartottunk, ilyetőre tanulhat, nem akarom elmondani, mert úgyis aki benne volt, részese volt, úgyis tudja. Aki nem voltak benne, azok meg hallották, azok meg úgy tudják, hogy csak hallották, és nem vettek benne részt. Én annyit tudok mondani, hogy, és úgy érzem, hogy ez a legnagyobb érdem a klubnak, az pedig az, hogy olyan szoros kötelék alakult ki, olyan vidám csapat alakult ki, olyan jó kollektív szellemi csapat alakult ki, hogy talán az egész zánka büszke lehet erre. Úgy indultunk, hogy a semmiből indultunk. Én előzőleg Tapolcán voltam klubvezető, Rejki klubvezető, 3 évig dolgoztam, mint klubvezető. Rejki 1-2-3 és Rejki tanár, Rejki mestertanár vagyok. És Rejki klubot alakítottunk. Igen, ám 3 év után elvették a helyiséget, nem tudtunk mit csinálni, abba kellett hagyni a munkát. Nem mondom, gondoltam merészet és nagyot, és megalapítottam akkor az életmód klubot, amely azóta is, hála Istennek, nagyon szépen virágzik, és nagyon szépen fejlődik, és remélem, hogy még további fejlődésnek is elébe nézhet. 12 év után Margó vette át, és örülök neki, annak örülök, hogy azt az csemetét, amit én előtettem, ilyen, azt utána közösen öntöztük, és azóta is szorgalmasan öntözik, és lám-lám az a fa terevés lett. Hát én köszönöm, hogy meghallgattatok. Sok mindent szerettem volna elmondani, de azt hiszem, hogy vár ránk az, ami ott, az asztal, ami ott van, és csak
engedjétek meg, hogy abba hagyjam, és ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm Otto bácsi kedves szavait, és akkor aki szeretne üdvözlő beszédet mondani a klubnak, kérem tegye meg Szilvia Faluház részéről a Pávakör képviseletében Kocsisné Ila, nőklubja képviseletében Marosszékiné Marika, a honismereti kör képviseletében György Péter, azt követően adjuk meg a szót a kertbarátkör a nyugdíjas klub vezetőjének, Déljenőnek, azután pedig a legvégén a kertbarátkör vezetőjének, Mészáros Gézának. Köszönöm. Kedves Margó, kedves Otto bácsi, kedves Életmódklub tagok! 15 évvel ezelőtt valami elkezdődött Zánkán, és nem volt egyszerű dolog, ahogy Otto bácsival beszélgettem egyik este, hogy hogy is indult ez az egész. Amikor megalapította ezt az Életmódklub klubot, vagy elindította, első alkalommal egyedül volt, ha jól emlékszem a beszélgetésünkre. Második alkalommal talán egy ember jött, aztán kettő, három, és egészen felszaporodott a klub, míg nem elérte a mostani létszámot. Hát nem volt egyszerű dolog egy ilyen kis faluba egy ilyen klubot létrehozni, és így fenntartani, hogy így virágzik. És ahogy elnéztük itt keddenként, amikor az Életmód klubosok jöttek, mindig jókedvűen, tényleg és nevetve. Közben aztán Margó ugye átvette a klubvezetést, összetartotta a csapatot, továbbvitte. Jó kis kirándulások zajlottak, tornaórák, beszélgetések. És én nagyon szeretném, vagy kívánom, hogy maradjon meg ez a kis csapat, akár bővüljön is, hogyha lehet, és töltsenek még sok szép napot itt a faluházban. Úgyhogy most Zánka község önkormányzata és a faluház nevében nagyon boldog születésnapot kívánunk. Egy répatorta akar lenni. De belül nem répa egyébként. És répa nagy ámdegy. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kocsis, akkor én következem. Bár én a Magyar Tenger Népdalkör nevében sok szeretettel köszöntöm a 15. születésnapját ünneplő Életmódklubot, minden tagját, és a hozzátartozókat is, mert azt nem szabad elfelejteni, mert ők mindig hozzátartoznak bármelyik klubnak a tagjainál, a hozzátartozók is bent vannak a klubban. Gondolom, mindannyian érezzük, hogy ebben a rohanó világban nincs időnk nekünk sokszor sem lassan enni, sem rendszeresen mozogni, naponta levegőzni, lazítani, elmélkedni. Pedig tudjuk, hogy a jó lelki és a testi kondíciónak több is értékesebb alkotásra van szükségünk, és erre kell képesnek lennünk. Az Életmód klub tagjai, valamikor én is tagja voltam még az Otto kezdeti idején, ők a tudatos életmód és életszemléletre figyelnek, és figyelmeztetnek mindannyiunkat, még bennünket is. Ezért mi kívánunk nekik nagyon sok szép eltöltött estét, kirándulást, beszélgetéseket, jó munkát, mindannyiuknak egészséget, és az egészséghez hozzájárul a klubunk egy kosárral, mert azt mondják, sokféle gyümölcsöt kell lenni, mi ebbe belerogtunk mindent, és szép estét kívánunk mindannyiuknak. Kedves ünneplők, kedves meghívottak, szerbusztok régi barátok, úgy is mondhatom. Először a Bokafogó Együttesnek a levelét olvasnám fel, mert Ági sajnos nem tud itt lenni. Kedves Zánkai Életmódklub tagok, nagyon köszönöm a meghívást a mai ünnepségre, de sajnos nem tudok részt venni rajta. Ezúton szeretnék nagyon jó szórakozást, és még sok-sok hasznosan, vidáman,
és egészségesen eltöltött évet kívánni magam és a zánkai táncosok nevében, tisztelettel Kruczler Ágnes. Köszönöm. Most jövünk mi, a nőklubja, de még egy picit odébb. Ugye itt minden klubnak van profilja. A Életmód klubnak a profilját már nagyon jól elmondta az Otto meg a Margó. Hát nekünk a kézműves tevékenység a profilunk. Fogadjátok szeretettel ezt a kompozíciót, Süni a zöldséges kertben címet. Ezt viseljük. Ellenéznek. Jó, hát nem úgy adtak. Bocsánatot kérek. Én is most vettem észre. Süni a zöldséges kertben című kompozíció az Életmódklub 15. születésnapjára. Kedves Életmódklub, egykori és mai tagok, fogadjátok szeretettel a nőklubi ajándékát, és most egy vers következik. Sünikénk egy kedves lény, tüskéitől így ne félj, nincs hökkenő és bökkenő, mert ez bizony ehető. Körülötte sok zöldség, répa, paprika, uborka, ugorjon a pocinkba. Jó étvágyat kívánunk! Még van egy, mert amint mondtam, ránk a kézműves tevékenység a jellemző. Ezt szeretettel. Kedves Életmód Klub, Isten éltessen titeket 15. születésnapotok alkalmából. Ügyes asszonyoknak, ügyes asszonyoktól, avagy nők adják nőknek. Szeretettel a Nőklubja. Tessék. Jó estét kívánok mindenkinek, itt a lelkemre kötötték, hogy rövid legyek, bár szeretném, hogy fél órával készültem, de akkor most. Jó, tehát engem küldtek, mégpedig a honismereti kör, és az ő nevükben vagyok itt. Röviden felolvasnám. Az Életmód Klub megalakulásának 15. évfordulója alkalmával, elismeréssel és szeretettel a honismereti kör tagjaitól, és ugye a fő aláíró, ugye a Taródiné Erzsike lelkemre kötötte, hogy mindenkinek adjam át a üdvözletét. Köszönöm szépen! Kedves tinédzserek! Ugye, aki 15 éves, az tinédzser. Általában a 8. osztályból is kimarad, megtanult írni, olvasni, számolni. Ahogy én figyeltem ezeket a köszöntőket, ti ezeken most már túl vagytok. Én kívánom, hogy az érettségit is együtt érjük meg, szeretném azt, hogy a következő jubileumnál is ugyanígy találkozzunk. De nem marad el a ténykedés, tornászni fogtok. Egyenként szeretném átadni a nyugdíjas klub nevében ezeket a virágokat. Akkor kezdjük a tornaórát Albert Ferencné. Akkor felkészülés jön bácsi Attiláné. De rossz a szemüveg, olvasni. Mondom tovább, bácsi Ali, Bogdán Márta. Csegézáni, Gál Endréni. Gál Endréni, Györfi Népó Réva, hol vagy?
Henny Józsefné, Horváthné bácsi Alisz, Keller Lászlóné. Keller Lászlóné hirtelen ismeretlen volt, de aztán rájöttem, hogy ki az. Kisné Vig Gyöngyi, Koltainé Juhász Éva, Kőszegi Anett, Kőszeginé Tisz Marian. Köszönöm szépen. Nem először? Ne, itt van, miért nem? Nem akarják vinni a virágot. Köszönöm szépen. Hát ilyen nem is. Nem. Lok Ildikó édesapja, a bátor ember. Marasszékiné, Marika, Nagypálné. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Nagyszabó Gáborné, Német Albertné, Osmátni Ács, Julianna, nincs. Rajciné, Veszeti Borné, Rózsa Gabriella, Krausné, Hoffman Éva, Szajkiné Csékvár, ezen tűnődtem egész este. Szabó Lászlóni. Na, ezt se tudtam kicsoda, megkérdezni, de most már tudom. És minden nap köszönöm. Egymást. Szarka Lászlóné, Saci, merre van? Szártalak. Takács Andrásné, ugye ő nincsen. Takács Ferencné, Varga Gyuláné. Vas Gyuláné. Igen. Marg, nincs jó szerint meg, illetve ne esőnek a gyermek. Nagyon jó. Köszönöm szépen, teljesen. Vidosa Lászlóné. Vig Tiborné. Most akkor ezt a virágot szeretném átadni, még a jegyzőasszonynak, a doktornőnek, és a hölgyeknek is szeretném átadni újból a virágot, mert jön a nőnap is. Önök nem tudják. És még van két virág, azt a Szildi Katja és a Món. Doktornőnek a... Móni, merre van? Nincsen? Igen? Puszit nem áll? És ez a tiéd. Régi szeretem.
Köszönöm. Köszönjük szépen Jenőnek ezt a személyre szabott ajándékot. Most, hogy begyűjtöttem mindenkitől a puszit, most már akkor megyünk tovább. És mielőtt a Gézának szót adunk, bár úgy ígértem, polgármester úr szeretne szólni. Az önkormányzat nevében Pocsi Szilvi Márdégül is köszöntötte a klubot, úgyhogy félig meddig elmondták, illetve a Pocsi Szilvi egész hosszú visszatekintést adott erről a értékelés az elmúlt történetről. A szakmai részről nem túl sokat beszélni, hiszen ott fog bácsi, hogy egy csípőri születés. Tornan, gyakorlatát nyilván már nem tudom. Amennyit úgy gondolom az önkormányzat nevében ígértek a jövőben is, és hát a további munkát segítendő, vagy a további támogatás, ugye mondja, hogy ezt a klubot, a többi klubot is természetesen támogatja az önkormányzat. És hát ahogy körülnének a hölgyeket lakon, ahogy az idős, a nyugdíjas klubban is többségében hölgyeket látunk, úgyhogy buzdítanom kell a férfiak a felem együtt, hogy jobb életmódot kell fordítanunk és csapatfordítanunk, és további jó munkát is jól érségét. Jó estét kívánok mindenkinek! Most, hogy mindenki elmondta a mondani valóját, a Jenő megismerkedett a falu hölgyeivel egészen közelről, most már névről is fogja ismerni őket. Engedjék meg, hogy én is elmondjak egy pár szót, nem leszek olyan hosszú, mint a Jenő, de azért igyekezni fogok. Közben megkérem a kertbarátkör bátrabb jelenlévő tagjait, hogy kezdjék meg a boroknak a kitöltését, mert ennek pohárköszöntő lesz a vége. Amikor errefelé jöttem, ide jöttem, akkor gondolkodtam azon, hogy mennyi az a 15 év. Ugye az lehet sok is, meg kevés is. Én úgy gondolom most, hogyha végignézek itt a hölgyeken, hogy ez a 15 év ez nagyon rövid volt, hisz nem látszik meg rajtuk. Ennek lehet, hogy az idő röppenése volt az oka, vagy lehet, hogy az a sok minden forti, amit elkövettek itt 15 év alatt. Ez a 15 év, ez lehet hosszú is, hisz amit hallottunk, ami itt történt, amit elvégeztek, ahol jártak, amit megláttak, amit csináltak, akkor az nagyon hosszú 15 év volt. Az a 15 év lehet rövid is, hogyha arra gondolunk, hogy az elkövetkezendő időben ne csak 15 év legyen, amit együtt töltenek el barátságban, mert ez az egész, amit 15 éven keresztül csináltak, és ami 15 éven keresztül tartott, az barátság. És barátságból már nem kevés a 15 év. A barátsághoz hozzátartozik a bor is, és a kertbarátkör elég szorosan kapcsolódik a szőlőműveléshez és a borkészítéshez, és engedjék meg, hogy ez alkalomból mi legyünk azok, akik pohárköszöntőt mondunk. Rám esett ez a megtiszteltető feladat, tehát hogyha van mindenkinek pohara, van mindenkinek bora, akkor várok egy kicsit. Lassan sikerül mindenkinek, ugye? Számos éve áll.
Köszönöm szépen! Kérem, ami a kérdésedre.